Dicsőség a magasságban Istennek, a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ámen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, azt a néhány testvért, akiknek a segítségével szolgálunk most az Úr házában, az ő dicsőségére, és mindazokat, akik a kijelzők előtt ülve velünk vannak, részesei a mi hálaadásunknak, akikkel együtt ünnepelhetjük virágvasárnap ünnepét. Örvendező szívvel énekeljük 66. zsoltárunknak az első és második versét. Örvendj egész föld az Istennek. A 330. dicséretünkkel folytassuk Isten tiszteletünket. Örvendezzen már e világ, légyen mindenben vígasság. Énekeljük valamennyi versével. Thank you.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumának 19. fejezetéből, a 19. rész 28. és azt követő verseiből, a 44. verssel bezárólag. Lukács evangéliuma 19. részéből így szól hozzánk az ige. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, melyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Mikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, melyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Mikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemed elől, mert jönnek majd rád napok, mikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Tegye áldottá szívünkben, életünkben, ami Urunk, a hallott igét, ezért imádkozzunk. Urunk, a Szentírás legzajosabb történetei közé tartozik a virágvasárnapi bevonulás. Az emberek kiáltoznak, a farizeusok fegyelmeznek, és mintha ebben a zajban, ebben a vitában, ebben a feszültségben elsikadna a lényeg. Milyen sokszor van az, hogy a mi figyelmünket is elvonja a lényegről a zaj. Sokféle zaj vesz bennünket most is körül. Az otthonunk körül talán az utcának a járműzaja, talán a szomszédok munkálkodása, talán az otthonunkban is van valamiféle zajforrás. És van valamiféle zajforrás bennünk is, amely mondja a magáét, amely kiált, amely vádol, amely kesereg, amely panaszkodik,
vagy éppen lelkesedik, örvendezik, reménykedik és várakozik. De milyen jó az, ha tudunk teljes csöndet találni, ha a te lelked ki tudja munkálni azt, hogy egészen kívül és belül elcsendesedve figyeljünk arra a csodára, amikor meglátogatja népét az Úr. Most, amikor nehéz, sőt tilalmas a látogatás, otthonunkba hívhatunk téged, Urunk. Észrevehetjük jelenléted erejét, vigasztalását, jóságát, szereteted erejét. Köszönjük, Urunk! Üzd el a szívünkből, lelkünkből minden olyan nyomorúságot, gondolatot, keserűséget, szétszórtságot, amely megnehezíti, hogy meglássuk ennek a pillanatnak a nagyszerűségét. A király közel van. Szeretnénk téged csodálni, rád figyelni, szavadat és könnyeidet megérteni, küldetésedben gyönyörködni. Így áld meg ezt az órát, ünnepszentelésünket és Isten tiszteletünket. Meglátogató jelenléted nagyszerűségével. Ámen. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. 463. dicséretünkkel imádkozzunk, készüljünk az ige hirdetés hallgatására. Thank you.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, és a Szentlélek áldó jelenlétét remélve hirdetem a gyülekezetnek. Az ige megírva található a már felolvasott szakaszban, Lukács evangéliumának 19. fejezetében, amelyből újraolvasom a 41. és a 42. verset. Mikor Jézus közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed előtt. Néhány nappal ezelőtt, kedves testvérek, szemem elé került egy vers, amely nagyon megfogott Csukás Istvánnak egy nagyon-nagyon komoly verse, a fájdalmas kulcsmondat, ez a címe. A fájdalmas kulcsmondat, keressük a kapcsolatot a tömegekkel. A tömegek. Apám, anyám, rokonaim. Se zászlósejme nem vagyok, se üres nyél. Por vagyok a porból, sóhajtás vagyok a tüdejükből, dobbanás vagyok a szívükből, fény vagyok a szemükből, tétovaság vagyok a tétovaságukból, nehézkesség vagyok a nehézkességükből, értetlenség vagyok az értetlenségükből. Makacság vagyok a makacságukból, földhöz ragadt vagyok a földhöz ragadtságukból. Lenézett vagyok a lenézettségükből. Sutaság vagyok a sutaságukból. Rossz reflex vagyok a rossz reflexükből. Gyanakvás vagyok a gyanakvásukból. Titkos remény vagyok a titkos reményükből. Szerelem vagyok a szerelmükből, erő vagyok az erejükből. Nem is akarok más lenni. Nem is lehetnék más. Keressük a kapcsolatot a tömegekkel. Megérteni, kik is vagyunk. Megérteni ezt a tömeget. Meg annyi virágvasárnapi igehirdetés ezzel próbálkozik. Megérteni azt a felfokozott várakozást, a változásra való felfokozott várakozást. Megérteni azt, ami generációk óta seb és sérelem és gyötrelem és változásért kiáltó türelmetlenség és besokalás és elégedetlenség. És megérteni azt, hogy amivel nem tudott mit kezdeni az apám, a nagyapám és az előttem járók, én sem tudok ezzel mit kezdeni. Én is csak egy fájdalmas sóhaj vagyok, egy esetlenség, egy megfáradás, egy elégedetlenség, egy fájdalom. Én magam is azt hittem, hogy lehetek reménysugár, lehetek a következő generáció, amellyel majd megtörténik a csoda, amely majd elhozza a változást, de nem, velünk sem ez fog megtörténni. Annyira szeretnénk felszabadultan ünnepelni, de nincs mit ünnepelni, mert torkunkra szorul a kés. Nincs mit ünnepelni, mert idegen hatalmak szorongatnak. Nincs mit ünnepelni, mert nincs változás. Nincs szabadság. Ugyanaz történik velünk generációról generációra, hogy próbáljuk érteni a magasságos, titokzatos döntéseit, de nem értjük. Próbáljuk felvenni a harcot, hősiesek lenni, Dávid méltó fiai lenni. De keserűek vagyunk és tehetetlenek. Várjuk azt az alakot, aki majd változást hoz. A vezért, a királyt, az erős kezet,
amely összeszorítja végre ellenségeink torkát. És ahogy nézzük ezt a tömeget, nézzük az ő kiáltásaikat, nézzük a politikailag kicsit megfontoltabb farizeusok hangját, figyeljük ezt a feszült jelenetet, olyan könnyű elveszni abban, hogy ne Jézusról szóljon a beszéd. Nem egy prédikációt hallottam már a Szamárról is. A Szamár, amely Jézus szolgálatába állt. És miközben kimondjuk, proféciát idézünk, Zsoltárt idézünk, hogy Jézus az ünnepelt, olyan könnyű őt szem elől téveszteni, pedig annyira kéne figyelni arra, hogy mit üzen és mit mond számunkra is ezen az ünnepen. Mit üzen és mit mond népe számára is ezen az ünnepen, és legfőképpen, hogy mit hoz az emberek számára ezen az ünnepen. Furcsa módon ebben a feszült változásért, valami újért kiáltó ünnepen Jézus békességet akar hozni. Békességet, ami viszont nem azonos a háború hiányával. Békességen ő valami mást ért. Tudjuk ezt a szavajárásából, amikor például azt mondja, boldogok, akik békességre igyekeznek, görögül, akik békét teremtenek maguk körül, mert ők Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik tesznek a békességért, akik megalkotják a békességet, akik készek tenni a békességért. A békesség nem csak lesz valahogy, nem csak elérünk hozzá valahogy, a békességért tenni kell, e szerint a beszéd szerint. A békesség az mindnyájunk közös ügye kell, hogy legyen. Ez a mi nagy küldetésünk, ettől fogják azt mondani ránk, hogy megértettük a szolgálatunk lényegét, ha készek vagyunk, és képesek is vagyunk békét teremteni magunk körül. Aztán azt is mondja másutt, békességet adok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. A nyugtalanság és a csüggedés arra mutat, amelyekkel szembe helyezi Jézus azt a békességet, amelyet ő ajándékoz, hogy az emberben a lelkének a mélyén akar valamiféle egészen gyökeres, radikális változást hozni. Belülről és igazán mélyen akar átformálni bennünket az Úr. A szívünk mélyén akar változást hozni. Nemrégében egy ifjúsági órán a fiatalokkal a vidámságról és az örömről beszéltünk. Jókedvről. És próbáltuk ezeket a fogalmakat közel engedni magunkhoz, és beszélgetni róluk, és végül arra jutottunk, hogy a pozitív hangulatnak két formája van. Valami egészen mély, ami független a körülményektől, amely valamiféle derűként, örömként át tudja hatni akkor is a lelkünket, ha körülöttünk akár jók, vagy rosszak a körülmények. Ugyanakkor van olyan, hogy ez a mélyről jövő derű elvész, és mélyen keserű vagyok, de ettől még akár képes lehetek örülni egy szép pillanatnak, egy finom falatnak, vagy nevetni valamin, amit humorosnak találok, még a fájdalmas időszakomban is. A lelkünknek van egy felszínesebb és egy mélyebb
érzelmi dimenziója. És Jézus nem a felszínt karcolva akar békességet adni. Nem a szóváltások elkerüléséről van szó. Nem arról van szó, hogy jaj, hát mi jól megvagyunk, végül is békesség van körülöttünk, köztünk és bennünk is úgy nagyjából. Nem. Ő mélyre ható nyugalmat akar hozni az életünkbe. Mindabba, ami most kavarog bennem. És hát az otthonainkba ülve sokféle érzés kavaroghat bennünk. Vágyakozás, mennyire jó lenne itt az úrházában együtt ünnepelni? Teljesen jogos. Keserűség és düh, türelmetlenség. Tavaly is otthon töltöttük húsvét ünnepét, és ezért lázadunk. Teljesen jogos érzés. Az a fajta indulat, amelyet látunk, azért, ahogy a vírus összeszorítja és folytogatja az életünket és a szeretteinket, és aggódunk, és félünk, és számolgatunk, és statisztikákat nézünk, és próbálunk pozitív üzeneteket meghallani, de szinte csak a rossz hírek jönnek. Hát mi van itt? Mikor jön már valamiféle változás? Lehet most is békésnek maradni? Veszteségek közt is békésnek maradni? A megélhetésemet féltve is békességben megmaradni? Lehetséges ez? És Jézus ilyen békességet akar adni nekünk. Több ez, mint valamiféle magasztos győzelem és egyesség a háborúk felett. Több ez, mint a fegyverek letétele. Több ez, mint a fegyver halála, amit Zorán megénekelt. Valami mélyebb, valami valóságosabb, valami egészen közelről megtapasztalható. Valami, amire mindnyájan vágyunk. Keressük egész életünkben azt az érzést, hogy végre elértem, végre hátradőlhetek, végre megnyugodhatok. Mitől várjuk ezt? Attól, hogy családot alapítunk fiatalként. Attól, hogy elérjük azt a fizetési szintet, amivel biztonságban érezhetjük a családunkat. Attól, hogy végre nyugdíjba mehetünk, reménykedve, hogy valami normális pénzt is fogunk kapni, és emlékiratokat írhatunk, és pipázhatunk a kandalló mellett. Mitől várjuk azt, hogy végre meglegyen? Mert sokszor megadatik az, és keserítő az, hogy megadatik, hogy amiért küzdünk, megkapjuk, és mégsem érezzük azt, hogy na most már hátradőlhetek. Most már megnyugodhatok. Most már minden jó. És Jézus odalép az életembe, és megtörténik az, hogy belülről és mélyen és valóságos módon átjár az Isten békessége. És ez egy csodálatos érzés. És de jó lenne, ha elmondhatnánk, hogy milyen volt ezt először megtapasztalni. Vagy ha még nem ismerjük, akkor figyeljük azt, hogy hogyan is hozta el, és kinek is hozta el Jézus ezt a békességet. Először is elhozta az egész világnak. Az istentisztelet elején idéztem a karácsonyi angyali szózatnak a szavát, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenkinek lehet békessége Jézusban. Mindenkinek. A föld minden pontján élnek emberek, akik Jézusban békességet kaptak. A föld minden pontján vannak testvéreink,
akikkel tudunk akkor is egy nyelvet beszélni, ha egyébként semmiben sem értjük egymást. Nem értjük egymást, hisz másban nevelkedtünk, hisz másból élünk, hisz más a foglalkozásunk, talán még az anyanyelvünk is más, de amikor kimondjuk Jézus nevét, ugyanaz a derű jelenhet meg az arcunkon, az ázsiai szegénységben és üldöztetésben épp úgy, mint a nyugati jólétben, vagy a mi kis országunk meg annyi városában és falvában. Mikor teológusként sok-sok gyülekezetbe elmehettem szolgálni, akár ünnepeken legátusként, akár egy-egy teológiai kitelepülés alkalmával igehirdetőként, és vendégül látott bennünket meg annyi kedves család. Teljesen idegenek voltunk egymásnak, de jött az áldás békesség köszönés. Előkerültek fényképek, konfirmációi igéskártyák, és pillanatok alatt testvérek voltunk, és egy nyelvet beszéltünk. Akkora tapasztalat ez. Teljesen más életkörülmény, generáció, de ezek a nagy találkozások megmutatták, hogy neki is tőle van békessége. Ő is meg annyi próbát elszenvedett, és mégis van tőle jövő békessége. Igyekezett és akart az Úr Jézus békességet hozni a maga kicsiny országába, Izraelbe is. Zakariásnak van egy jövendőlése, amely így hangzik Zakariás könyvének 9. fejezetében: örvendj nagyon, Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó hátán. Mert kiírtom a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, mondja az Úr. Kivész majd a harci íj, mert békét hirdet a népeknek, uralma tengertől tengerig ér, az Eufrátesztől a föld határáig. Jézus azért indul Jeruzsálembe, hogy békességet hozzon az övéi életébe is. És mégis gyűlölet, kritika és ellenállás fogadja. De nem csak a farizeusok rosszallásával van baja Jézusnak, hanem látja ezt a lelkes, ezt a lelkesült, ezt a zavarodott tömeget, amely számára megtestesíti a megtévedt és vesztébe rohanó embert. Azt az embert, aki nem látja át a helyzetnek a súlyosságát. Azt az embert, akinek elege van a megaláztatásból, aki többre vágyik, aki ki akar törni, még ha egy világhatalommal szemben is, hát mi megmutatjuk, mert most már tényleg elegünk van. És fegyvert ragad, és látja Jézus előre, hogy ebből csak szomorú bukás lehet. És valóban 70-ben a római légiók porig rombolják Jeruzsálem szent városát. Bár trónra emelnék maguk a tanítványok is Jézust, hiszen valaha, mikor Dávid úgy döntött, hogy az ő fia Salamon lesz az utódja, akkor ő maga is Szamárháton ültette a fiát, és kiadta a parancsot, hogy így mutassák be őt a népnek, mint az új királyt, aki jólétet és békességet hoz a nemzet számára. Van egy ilyen fajta várakozás, de Jézus ettől könnyre fakad, mert látja, hogy a nép nem tanul. Még mindig nem érti a küldetését, azt az elhivatást, amit feladattól kapott az Istentől. Nektek nem az a dolgotok, hogy uralkodjatok, hogy a politika asztalánál tényezők legyetek, a ti feladatotok más. Ti arra hivattatok el, hogy papjaim legyetek, és tanítsátok a világ minden népét az igaz Isten tiszteletre. És Isten népének ma is vigyáznia kell, hogy mit tesz.
Isten népének ma sem a hatalom a küldetése. Nem az a küldetése, hogy tényező legyen, hanem hogy ígét hirdessen. Nem kardot kell csörgetni, hanem felmutatni az Isten beszédét, az Isten igazságát, tanítani az Istennek a békességét. S végül Jézus a mennybe is békességet vitt. Azt olvassuk, békesség a mennyben, kiáltotta a tömeg, hiszen Jézus a Golgotai kereszten minden feszültséget és szakadékot megszüntetett, amely menny és föld között feszül a bűn okán. Jézus békességet vitt a mennybe, és ez a békesség a miénk is lehet. Ez a békesség, ami örök életünk, ami szabadításunk, ami megváltásunk, és gondoljuk csak végig, amikor a szívünk keserűségétől, feszültségétől, a felháborodásainktól meg tudunk szabadulni. Van ennél nagyobb szabadság? Amikor most sokan be vannak zárva otthonaikba, kórházi kórterembe, egy beteg ágyon, gépeknek a szorításába, lehet szabadnak maradni? Lehet szabadnak lenni? Lehet nem feldúltá válni? Lehet akkor is éreznem az Isten szeretetét, amikor a bűneim súlya rám nehezedik? Amikor minden embernél nyomorultabbnak érzem magam, és minden bűnös között én vagyok az első, ahogy mondja Pál, lehet békességet érezni, lehet szabadítást megtapasztalni, és az ige válasza az az, hogy igen, mert Jézus békességet szerzett a mennyben. És hogy mindezt összefoglaljuk, befejezés gyanánt, hadd mondjam el a gyülekezetnek a kedvenc történetemet, melynek minden részlete tanítás arról, ami ma hangzott. A történet Angliához kötődik, és akik régóta ismernek, jó eséllyel ismerik már, de hadd mondjam el újra, mert annyira kapcsolódik. 1940. november 14-e. Már dúl a II. Világháború, és a németek parancsnokságán elhatározzák, hogy megtörik Angliának az ellenállását. Mégpedig úgy, hogy műemlékek tönkretételével kezdik meg a pszichológiai hadviselést. 1940. november 14-ének éjszakáján ekkor felszállnak a repülők, és repülnek a bombázók Coventry felé, bemérik a több száz éves, gyönyörűséges, gótikus katedrálist, kioldják a bombákat, azok rombolnak, azok robbannak, és a gyönyörűséges templom órák alatt összedől, megsemmisül, a tűz martalékává lesz. Másnap az angol közvélemény felháborodottan ébredt fel, keserűen és dühösen, az egyház maga is bosszúért kiállt, és készül már a lelkipásztori körlevél, vasárnap kemény prédikációt kell mondani, amelyet a fronton is közvetíteni fogunk, az angol katonák mindegyike hallani fogja, ki kell irtani a német népet, mindegy szálig, férfit, nőt és gyermeket, mert a gonosz követei, az egyház ellenségei, ha őket mi ki nem írtjuk, ők írtanak ki bennünket. És miközben zajlik a kárfelmérés, Churchill maga is Coventry-be látogat, egy helyi kőfaragó
sétálva a romok között, észrevesz két gerendát, két elszenesedett tetőgerendát, amelyek lezuhantak a mennyezetről, és amelyek így lezuhanva éppen egy keresztet formáznak a romok között. Miközben történik a borzalom, miközben szenvedést élünk meg, miközben elveszik tőlünk azt, ami fontos számunkra, Isten elküldi a megbékélés üzenetét, a megváltás üzenetét. A falszakasz, amely az egykori oltár mögött áll, szintén éppen maradt, erre fel is írja a lelkész, a helyi püspök, azt a két szót, mely így hangzik, Isten megbocsát. Ők nem prédikálnak a német nép kiirtásáról azon a héten sem, hanem meghirdetik a megbékélés üzenetét. Ha az emberiség életben akar maradni, meg kell békülnünk egymással és az éggel. Végül a templomot újjá építették, bár különleges formában. A háború után szégyenkező német küldöttség érkezett Coventry városába, és felajánlották, hogy fényképek alapján úgy helyreállítják a templomot, hogy senki meg nem mondja, hogy nem eredeti középkori épület. Csak sok képet kérünk, a lehető legtöbbet. A helyiek kértek egy hét gondolkodási időt, majd visszahívták a németeket, és azt mondták nekik, hogy nem fogadjuk el az ajánlatot. Más szeretnénk kérni. Építsünk együtt, angolok és németek, a romok mellé egy új templomot. Ne feledjük el azt a pusztítást, ami történt, ne tüntessük el a pusztítás nyomait, hanem tanuljunk a sebekkel együtt élve megbékélni. Megépült hát a megbékélés katedrálisa, benne egy olyan kápolnával, ahol bármelyik keresztény felekezet bemutathat Isten tiszteletet, az egység kápolnája mondván, ha már elvették a falainkat, mi ne emeljünk újakat, és elkészült az oltár is, a hely, ahol újra meg újra fölragyog a szabadítás ereje az úrvacsora szentségében, és ott áll egy kereszt, függőleges szára egy sarlót formáz, a vízszintes pedig egy puskát. Különös kereszt, hiszen a kereszten a fegyverek földművelő eszközzé lesznek. A keresztben a gyilkos indulatból életadó termelés lesz, ahogy ezt a próféta szava a megváltásban megígéri. A megváltásban, amelynek drámáját az úrvacsorában újra meg újra megérhetjük, megbékél egymással a pusztítás, és a végül a gyümölcs életadó szövetség és szeretet. Így akar nekünk az Úr békességet adni. Így akar bennünket elhívni a béketeremtés áldott szolgálatára, lehetünk az ő békéjének hirdetői és nagykövetei, és megélhetjük annak az erejét, amikor szívünk mélyéig átjár bennünket. Ez a szabadítás. Ámen. Sokféle fájdalommal, keserűséggel és kérdéssel küzdünk mostanában, Urunk. Félelemmel, nem látva a végét a mostani nehéz időszaknak. Gyásszal, hiszen sokan gyászban vagyunk együtt, és siratjuk szeretteinket, akár a vírus áldozataiként, vagy más körülmények között. Féltjük a betegeinket, félünk rossz híreket kapni. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj minden nyomorúságunkon, minden félelmünkön, minden békétlenségünkön. Te légy a mi erőnk az erőtlenségben. Bizodalmunk akkor is, amikor sötétek a kilátások. Meg annyi kórházi osztályon kemény küzdelem folyik az életekért.
életadó kismamáknak a megmentéséért. Borzasztó ezeket a híreket hallani, de köszönjük, hogy lehetnek emberek, akik kijönnek ezekről az osztályokról. Adsz az orvosoknak bölcsességet, és megengeded, hogy a gyógyszerek is jó irányba hassanak a testünkben, a védő injekciók is működésbe lépjessenek az életünkben. Könyörgünk azért, hogy te vess véget a járvány szorításának. Nem mintha ezzel a világban minden szenvedés megszűnne, de ez most különösen igénybe vesz bennünket, Urunk, és megrettent, és elfáraszt. Könyörülj rajtunk. Te légy a mi vigasztalónk, a mi bátorítónk, a mi szabadítónk. Ajándékozz meg mindnyájunkat a te felfoghatatlan és csodálatos békességeddel. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 192. dicséretünk egyetlen versét énekeljük ránfelelő énekként. Kevésbé szoktuk talán sűrűn énekelni, de szép könyörgés rejlik ezekben a sorokban. Énekeljük dicséretünket. Kedves testvérek, talán nem ér bennünket váratlanul, esetleg a hírekből magunk is értesülhettünk. Egyházunk, megfontolva a mostani vírushelyzet kockázatait, kiadott egy állásfoglalást, amelyben megfogalmazta kérését a gyülekezeteknek. Húsvét ünnepében, nagy héten se tartsunk úgy alkalmakat, hogy azon a gyülekezet jelenlétét biztosítjuk. Kértek bennünket, felhívva a figyelmünket arra a felelősségre, amellyel tartozunk a mostani járvány megfékezéséért.
ezt a pici dolgot mi meg tudjuk tenni, éppen ezért a testvéreket ez ünnepen is Isten tiszteletek közvetítésével szeretnénk segíteni. Nagy pénteken 10 órakor tartunk Isten tiszteletet, elcsendesedést, és húsvét vasárnapján 10 órakor is szeretettel várjuk a testvéreket a kijelzők elé, és köszönjük a szolgáló csapatnak, akik készek segíteni bennünket az ünneplés idején is, és ma is segítettek bennünket eredményesen. Köszönjük szépen, Isten áldja meg életüket. Ezen a héten temetnünk is kellett, megálltunk dr. Rédei Ákos, vegyészmérnök professzor, az akadémia doktora, Veszprémi Egyetem egykori rektorának sírja mellett is, aki 1950. február 25-én született Budapesten és Veszprémben, ez év március 9-én halt meg. Igazi pedagógusként felelős módon tanította a kémia tudományát a rábízottaknak, és ezzel a felelős hozzáállással nevelte, formálta, alakította és szerette a gyermekeit is. A környezetmérnök képzés magyarországi beindításával nemzetközi szinten is komoly iskolát teremtett és tett azért, hogy az a meggyőződése, hogy felelősséggel tartozunk a természet kincseinek védelméért, sokakhoz eljuthasson. Hosszas betegség után érte a halál, családja mégis megrendült fájdalommal gyászolja. Imádkozunk vigasztalásért felesége, 3 gyermeke, unokája, az őt orvosként segítő Nász asszonya számára, húga és családja számára, és feleségének húgától született lány számára is, aki az ő keresztlánya lehetett, és minden rokonnak, és minden ismerősnek, és mindazoknak, akik a pályafutása előtt is tisztelettel adóznak, és veszteségét fájdalommal élik meg. És együttérző szívvel igyekeztük segíteni és támogatni Vince Péter családját is, aki 1959. július 14-én született Budapesten, és ez év február 26-án halt meg a fővárosban. Itt élt a közelben, antikváriusként és a művészet iránti odaadó emberként ismerhették azok, akik szerették, és az ő családja mellett barátai számára is tudott saját telkükön is jó hangulatot teremteni, a pingpongot velük nagy élményként együtt játszani, finom ételeket főzve, szeretettel fogadni. Társát az iskolában megismerve 44 év közös útjára tudta elkísérni, így osztozunk épp úgy az ő gyászában, mint lánya, fia, unokája, sógora és sógornője és az ő gyermekük, a nyerges újfalú és az egri rokonság fájdalmában Istentől kérünk vigasztalást, annak a békességnek és megnyugvásnak ajándékát, amelyről az igehirdetésben is hallhattunk. Legyen ő mindnyájunknak vigasztaló és szerető Istene. Isten tiszteletünk végéhez közeledve 200. dicséretünket énekeljük, imádkozzuk, az utolsó versét majd fönnállva, így készülve az áldásvételére, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk!
Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ámen. Istentől megáldott vasárnapot, nagy hetet kívánunk minden kedves testvérnek, és ha online módon is találkozzunk ünnepi Isten tiszteleteinken, nagypénteken és húsvét vasárnapján, szeretettel várjuk a gyülekezetet. Áldás békesség!